hogy látszódjon az, hogy olyan üzemállapotokban
hát ilyen nagy szóval tranziens üzemállapotok, tehát átmeneti állapotok, nem akkor szépen egy híven haladunk, nem akkor egyértelműen gyorsan vagy lassulunk, hanem átmenet ezek között a viszonylag könnyen kezelhető üzemállapotok között, akkor mindezek az erők össze-vissza kéne, hogy mutassanak a járművet. Ismétlem, ez a modell, ez ugye egy ilyen egyszerű, primitív modell volt. Én előtt betegettem a korán nyomkodt a pedálokat, ez az erők úgy hatottak, hogy arra a pályát kényszerítsék a járművet, hát járművek szóval ezt a kockát. Amit én ezzel a kormány és felállásokat kikényszeríteni. És ezek ez az állapotok néha bizony ilyen erőre lenne szükségünk. A futóművünk a Uniónban is, és mindenféle gépben a feladat az lesz, hogy az lenne, és a beállításokkal és tervezésekkel és minden egyéb fókusz-fókuszra arra teszünk, hogy ugye ezeket az erőket, amit ezt a járművet mozgatják, minden időpillanatban a megfelelő alakúra formájuk, tehát a megfelelő irányba és megfelelő nagysága mutassanak. És hát, mint mondottam, ugye ezeket az erőket fogják létrehozni a kutyának a járművel. Ebben a modellben láthatnátok, hogy néha azért elég nagyban nőttek ezek az erők, elég megnyúltak a nyilasság. A gumiabban is ezt természetesen nem megy, a gumiabban is mindig egy maximális erő, amit át tud vinni. Ezt szoktuk úgy definiálni, hogy megtalálunk, hogy egy úgynevezett tapadási ellipszist képzelünk a gumiabroncs köré, vagyis hát nem is köré, a talajra képzelünk egy tapadási ellipszist, ami meghatározza, hogy ez a gumiabroncs megtalálható maximálisan létrehozni. A közúti autós körökben ez talán nem annyira fontos, ott nagyon ritkán jutunk el a gumiabroncs határáig, tehát eddig a tapadási körnek a határáig. Viszont versenyautóknál ugye az a cél, és arra törekszünk főleg, hogy ennek a tapadási körnek ugye mindig a peremén tartózkodjunk. Tehát ha én versenyautóknak is az előbbi, nem, lesz ebben a videó, a lényeg az, hogy ha nem használom ki ezt a tapadási kört, akkor mindig hagyok egy kis pénzt az asztalon, illetve egy kis időt a pályán. Tehát akkor mindig van rá lehetőségem, hogy jobb és jobb időket tudjak elérni, jobban ki tudjam használni a járművel. Igen. A következő, igen, ezt most látni is fogjátok, tehát itt már ugye egy valamivel összetettebb modellről van szó, mert van a kerék, és látszik, ahogy gyorsít, fékez most éppen az autó, hogy ezek a tapadási ellipszisek, a négy fehér folt az, amilyen mindenkinek egyetem, hogy az a tapadási ellipszis, amiről az előbb beszéltem, még talán majd lejátszom. Ezek a tapadási ellipszisek mutatják, hogy mekkora az adott pillanatban a gumiabroncs által maximálisan létrehozható elő. És benne a középről induló nyilak, a nem középről induló nyilakat azt most kérem, adják egy figyelmen kívül, azok más mennyiségeket jelentenek, de a tapadási körül közepéről induló nyilacskák, azok pedig a pillanatnyilag ténylegesen létrehozott elő ebben az adott szimulációban. És amit itt néha lehet látni, az pontosan az, hogy ezek a maximális erők nincsenek nagyon sok esetben ezzel a szimulációban kihasználva. Jó. Igen, és hát amit láthatatok, hogy az egy dolog, hogy a szükséges erők azok összevisszognak, ez volt ugye az első szimuláció, de az a határ, amivel a gumiabroncs működik, az is folyamatosan változik, ugye függ a tapadási viszonyoktól, függ attól, kicsit előre szabad, hogy milyen kerékdőlésen. Például a kerékdőlés az, ami ezt a tapadás először egy kereszt irányba kicsit meg tudja nyújtani, hossz irányba pedig össze tudja alapítani. Például a normál elő az egyértelmű, hogy felkiáltalában is emeltem, hogy nyilván minél jobban oda nyomom talajra a kereket, annál nagyobb lesz ez a tapadási először. Jó. Normál előtt az előbb felkiált jelenleg, és ki is emeltem. Miért nagyon fontos nekünk ez a pályán a normál erő? Hát ezt a szót kell itt megjegyezni, és akkor ezzel lehet vagánykodni a barátunk előtt is, hogy a gumiabroncs bekeszi. De igazából a lényeg, amit ez az egész ára itt elmondom nekünk, az az, hogy mindenki érzi és tudja, hogy hát ugye mondjuk inkább, hogy mindenki érzi, gumit minél mondom a talajra, annál jobban fog tapadni, annál jobb lesz az átmenő oldalra, hosszerű, tehát annál jobb lesz az előtt már
nem is meghatadás előtt is. Azonban ez a gumiabroncs egy olyan fájnál jószág, hogy hiába nyomom, mondjuk nézzük ezt az 1000-es, 1000 newtonos odaszorító erőt, ilyen csúnyán mondva, hiába nyomom 500 newtonnal többre, tehát 50%-kal jobban oda a talajhoz, a hozzátartozó maximális erő, amit létre tud hozni, tehát a tapadási körnek a nagysága, az nem fog 50%-kal megjelni, hanem az eredetileg az 1000-hez tartozó 800-ból, ugye 1105, ugye ki lehet számolni, 1200-ra kellett volna mennie. Tehát, hogyha 1200-ra kellett volna mennie, hogy 50%-kal kellett volna megjelkednie, hogyha ezt a józan paraszti gondolatmenetet követjük. Mi ugye, hogyha csökkenő irányba megyünk, akkor az 500-as csökkenés sem arányos az eredetileg gondolt mennyiséggel. Erre még vissza fogunk térni, most legyen itt a normál erőbeszélre szerettem kijelenni, hogy ez legyen majd a fejükbe, ennek a jelentőségével majd később még talán bízunk, és ott részletesen feszegetni fogjuk, konkrétan az átterelőzésekkel kapcsolatosan. Jó, tehát a lényeg az, hogy a gumiabroncs, ha kétszer annyira nyomod a talajhoz, nem kétszer akkora erőt fog tudni létrehozni, hanem valami nem kisebbet. Jó, hát azt már beláttuk, hogy a járművet előtt mozgatják az erőket a gumiabroncshoz, illetve van ennek a gumiabroncs erőprodukáló képessége, előlétrehozó képessége, valamint a korlátja is. Azt viszont még nem beszéltük meg, és ezért most, hogy hozza létre a gumiabroncs ezeket az erőket. Ugye a futóművünk az nem ül le beszélgetni a sörvel, tehát úgy, ahogy hívott már egy nagyobb oldal előtt, vagy egy nagyobb hossz irány előtt. Valamilyen mennyiségetet kell találnunk, amit köthetünk a futómű beállítás során a gumiabroncsától létrehozott erőt, és ezek a mennyiségek lesznek azok, amit tudunk a gumiabroncs mozgás állapota. De még mielőtt, amire részletesen elmennünk, szeretném tudósítani mindenkivel, hogy a gumiabroncs rugalmas. Ez azért ez fontos, mert a gumiabroncs erről létrehozott képessége nagyon sok fura és cifra jelenséget fog nekünk produkálni, mindent emiatt a rugalmasság miatt. Rugalmas különleges irányban, hát ez egyetlen ezt a lehetőségben elképzelni, nyilván az ábrát szerintem elég egyébként is érthető. Ugye minél nagyobb balról jobban haladom, minél nagyobb normálról nyom a talajhoz, annál jobban összenyomódik itt a gumiabroncs. Nyilván nagyobb gumiabroncs esetén ez merevebb, kisebb gumiabroncs, hogy lágyabb, beleszámított oldalon egyéb tulajdonságot is. Ezt azt hiszem azért az egyetlen, és a viszonylag egyszerűbben érthető része. Ahol már érdekesség jönnek az a hossz irányú rugalmasság a gumiabroncsnak. Hoztam egy pár videót ennek a szemléltetésére is, ezek ilyen gyors kamerás felvételek, főleg ilyen gyorsulási versenyzőknek, ilyen gyorsulási versenyzőknek, és ezeket a jelenséget leszeretnék felhívni főleg a figyelmet, hogy hogyan deformálódik a gumiabroncs a rárható nyomaték hatására, hogyan deformálódik a gumiabroncs, miközben egy hossz irányú erőt hoz létre. Igen. Állatéletek volt a valami szép zene, és akkor most itt közösen jelveztetnénk ezeket a csodás képeket. Itt az előzőn, ami érdekes volt, és talán mi lesz ilyen kép, lehetett látni még azt is, hogy hogyan kufognak ki az egyes hengerek. Ugye a kufogó, ez nem látszik. Jó, amit érdemes megtanulni, erről is lesz szó, ugye, hogy mindig a kerék kicsit gyorsabban forog, mint amennyivel a jármű megy. Ezt majd még ezeket a videókat meg fogom mutatni később újra, de ez lesz az, ami a hossz irányú kúszásnak a jelenségét fogja majd nekünk hát bevezetni és megmutatni. Igen, látjuk, hogy hogy indul el egy ilyen jármű, most azt láthatjátok majd, hogy mit csinál ez a gumiabroncs menet közben, tehát amikor már nagy sebessége alatt. Szerintem ez is érdekes, nem is érdekes, amire ugye igen, itt látszik, hogy ezt azért nem, én legalábbis nem gondoltam volna elsőre, hogy ilyen dolgokat mivel egy gumiabroncsnak nagy sebességű haladás közben is. Jó, a keresztirányú rugalmasság kapcsán, mi a videó? Itt ugye
van egy futószalagunk, és a futószalaghoz képest elkormányoznak a kereket egy ilyen nagy, nehéz, egy ilyen nagy padon. Ezt érdemes megnézni, hogy hogy eldeformálódik, hogy elnyalódik ez a kumhalagomcs a miközben oldal előtt hozni. Nem ez a két videó a hossz irányú dinamikás szemlélete, ez a videó a kereszt irányú tulajdonságot mutat meg. Amit érdemes megfigyelni, talán a lejátszom még újra, inkább nem is mondom, megkérdezem, most ilyen nagyon belejöttem a professzorozóba. Szóval, az lesz a kérdésem, hogy látok-e valami érdekeset? Rajtam kívül természetesen. Első poén, itt a szalagon lehetett látni fekete foltot. A érdekes, nem is az volt, hogy ott van fekete folt, hát ezt mindenki nagyjából most is néha megjelenik, mert ugye nagy oldaltúszási szöggel, ezt már így előre bedobom ezt a fogalmat, amikor nagyon el van fordítva a kerék ez a szalaghoz képest, akkor ugye megjelentek ezek a fekete foltok, ami nyilván azt mutatta, hogy a gúnyabban sok kopik a gumi. Ami viszont érdekesebb, az az, hogy utána ez el is tűnik. Miért tűnik el? Ugye itt a fekete folt, nyilván kopik le fel a gumiról, aztán visszafordítjuk és eltűnik a fekete folt, ugye más kéne megérni. De ennek az oka az, hogy nyilván ez a szalag ugye körbe fut, és amikor újra a gumi alá ér a fekete, a lekopott gumira, azt ugye fölösszedik a gumi alá. Ez még így magában mindig nem van, most mit mondom, de erre megérteni a topoin. Hát akkor az a poén, hogy ez a versenyben is megtörténik. Tehát amikor körbegy egy versenyautó a pályán, akkor ő ott vagy gumit, és amikor egy másik versenyautó esetleg arra jár, akkor ő meg fölösszedi azt a gumit. Ennek főleg olyan esetekben van szerepe, amikor különböző gumiabancsok állt rendelkezésbe egy-egy szériában a versenyzőknek. Én egy olyan mesét hallottam ezzel kapcsolatban, 2000-es évek, tehát 98-99 magasságában, amikor még a Juan Pablo Montoya még Forma 3000, ez nem is tudom, hogy volt az a, akkoriban az a kategória, ami a Forma 1 előszobájára számított, akkor ő és az okos mérnöke rájöttek arra, hogy ők azt mondom, avongumikkal mentek, és nagyon sokan más nem is lenne. És hogy avongumikkal alapvetően nem volt egy nagyon helyre jó gumi, de a betét futama az ő annak a hétvégén, hogy a hétvégén mindig több sorozat megy egy pályán. Mit tudom én, mondok valamit nem adott, amikor Fiókuba volt. És a Fiókutában használt gumiabroncsok, azok olyan gumit hagytak a pályán, amin a Montoyának az abon gumia, az 100 000 csíriászra jobban tapadt, mint bármi máson. És ezért ők azt csinálták, hogy meg se látták kb. A box utcában ki lehet, nyilván megvárták, de egy jobb odaálltak a végére, és akkor ők már ott rajta készre mentek. A Montoya az első körben, tehát mindenki, ugye, azért fura ezt, hogy megszoktuk a formát, mindenki vár, amíg belekszik a pályára, amíg lefogolódik, meg lefogolódik a kívülőjén. Itt meg rögt az elején kiment, és ment egy másfél-másodperccel jobb időt, mint bárki más tudott utána menni. Azért, mert az ő gumia a betét futam által a pályán hagyott gumin sokkal jobban tapadt, mint előtte, mint a többieknek, vagy mint bárki más. És ez is fontos volt, még arra is figyelhetett, hogy ugye a kivezető körön nem szabadott azokat az íveket használni, amikor egy gyors körön menni akar, hogy hát felszedi a koronnak jó tapadós. Jó, hát ennyi már így előre bocsánat, hogy egy hetedik diánát alkunk a 170-ből, és már is ilyen érdekességből voltunk. Még egy videó, ugye az egy dolog, hogy abból már is kicsit nyomással megy ez a jármű. Amit itt figyelhetünk, az egyik, hogy milyen deformációkat él át szegény gumiabon, a másik, itt már felvételért, a másik az az, hogy mennyit ül az autó, és hogy az autó előtt ül a kerék is. Gumiabon is, hát ez egy alapvetően egy olyan dolog, amit nagyon nem szeretünk ugye járni. Hát ez a gumiabon is rossz, hogy nem szeretne ennyire kifele dőlni a kanyarban, hogy befele szeretne dőlni minden a kanyarban. Erre is majd később fogok még utalni. Tehát előzetesen arra, és akkor ezt még egyszer nem tudom, hogy ugye egyrészt lehet látni, hogy nagyon mennyi dőlön bír a kaszni, és a kaszni dőlése bizony a kerék is egyszerre dől kifele. Ezek nagyon egyszerű közötti autó, ugye ez lesz majd az a jelenség, amit
már lép. Hogy ez miért is veszélyes? Ez is ugye az A osztálya volt, amikor elvíresült ez a rénszarvas tesztes dolog, ott ugye az is a probléma nem is az volt, hogy ugye magas a futból, meg szar ez a márci, meg ki kell dobozni, tudom én vasoda, hanem arról volt szó, hogy ugye a felni, kis gúnyomás miatt nagyon teljes gúnyomás mentek, és a felni belevágott az aszfalt, belejegy az aszfaltba, és emiatt jöttélékre aztán olyan nagy oldalra, amilyen föltött borulni az alkó. Itt is látható volt, hogy ugye már az utolsó kanyarnál majdnem lefordult a felni, majdnem belejegy az felni az aszfaltba. Jó. És ez, amit már előttem, tehát a rugalmasság, ezeknek az eddig feszegetett rugalmassági kérdéseknek leszel az oka, hogy a gumiakas végül nagyon nem úgy viselkedni, ahogy ezt elképzeljük. Hosszirányú húzás. Na is, szerintem a kép, ami ezt tartozik. Ugye, mivel a gumiakas hosszirányú, a rugalmasság, amit látható vezetni a rugalmasságnak videóknál, ebből azt következik, hogy a gumiakas hosszirányú azt, hogy csak úgy tudja tenni, hogy mindig vagy kicsit gyorsabban forog, vagy kicsit lassabban nyilván akkor tudja én irányt előhoz létre, mint amennyi az ideális gördüléshez tartozni. Az ideális gördülést előttük kell kérdődni, amikor végig pöckölünk egy 50 forintos, vagy legyen nagy szája 200 forintos itt az asztalon, és akkor az szépen végig gördül, az az ideális gördülés, amit középiskolában mindenki megtanulhatott, ugye a talajra érintkező pont sebessége nulla. Ehhez képest azonban a gumiakon, az mindig itt ugye az alsó képen talán látszik is. Látszik, picit gyorsabban forog, mint amennyivel neki forognia kéne ahhoz, hogy pont ideálisan görbüljön. Itt jelenesen, hogy ez egy nagyon eltúlzott jelenség, de akármilyen kicsi hosszirányú erőt is kérünk, tehát ha nem picit nyomom a otthon anyák hozzáján a gáz, akkor is gyorsabban fog forogni az első terét, mint amíg a hátsó, aki éppen nem viszont ilyen nyomatékot. Ugyanez a helyzet ugye a fékezésnél is. Ha látod, hogy elkezd ilyen nagy fék, egyre lassan, akkor mint lebotkol, és aztán szépen visszatorog. Itt is ugye, amilyen hosszirányú erőt kell látni, mert fékezik lassabban, hogy gyorsan. Ez a diagram, amit itt látok, ezek a sok lövek, ez azt mutatja meg, hogy hogy függ össze a hosszirányú erő, és ez a gyorsabban vagy lassabban. Például, amikor blokkol a kerekem, akkor valahol itt vagyok a szomszéd teremben, egy olyan körülmény. Többféle értelmezése van ennek a hosszirányú húzásnak. Van olyan, amikor úgy értelmezünk, hogy ott vagyok a körülmény a végén. Amikor ideálisan görbülünk, akkor vagyunk itt. Ugye jól látszik, hogy itt nem tud létrehozni a gumiagonos hosszirányú erőt. És hajtásnál pedig ugye itt vagyunk ebben a térkében. Ugye amikor kipörög egy helyen áll az autó, és pörög a kerék, termeljük a füstköt, akkor pedig erre vagyunk itt egészen a jobb oldalon. A görbe sereg különböző színű görbei, azok különböző összenyomó erőhöz tartoznak, tehát amikor nagyon kicsi erővel a gumiakon találkozik, akkor például a két görbe él, amikor pedig nagyon nagy erővel nem találkozik, akkor pedig ez. Ami még ezekkel a görbékkel kapcsolatban fontos dolog az az, hogy ezek rendkívül változékonyak, abban az értelemben, hogy ahány gumiakon is annyi féle görbe, kb. És ahány, tehát ezen kívül ugye a gúminyomástól, a kerékgöröstől, a gumiakoncs mechanikai kialakításától, például ugye a karkasztól, a diagonál gyarját, és az álmélet csillagokállásától is függ, hogy éppen hogy áll egy ilyen görbe. Jó. Igen, és milyen okos voltam, hogy ezekkel magamnak emlékeztetőlük. Ugye a kipörgésgátló és a blokkolásgátló azok az eszközök, amik arra kényszerítik a mi keretünket, hogy mindig az ideális, vagy az adott követelménynek megfelelő kúszásra görbüljön a kerék. A kipörgésgátló csak annyival engedi gyorsabban forogni, ugye a víztengelye mutatja ezt a jelenséget, annyival engedi gyorsabban forogni, hogy pont ide érjen a kerék, még a blokkolásgátló annyival engedi lassabban forogni az ideálisnál, hogy ugye pont ide kerül. Oldalerő. Igen. Tehát hasonlóan ugye a hosszirányú karakterisztikához, ha a kerékre oldalerő hat, akkor is nem azt fogja csinálni, hogy tőle ugye első lépésben várnánk. Egy picit oldalazva fog haladni, és ez az oldalazó mozgást fogjuk oldalra
hat oldalra, akkor szépen körül egyenesen, hogyha hatlan meg a közepes oldalra, akkor ilyesmi pályán mozog, hogyha meg még a jobb oldalra, akkor pedig így fog mozogni. Hogy honnan fakad ez a jelenség, ebben nem mennék bele részletesen. Nem mennék bele, a lényeg az, hogy ez a jelenség is a múlva, fogalmasságából fog fakadni. Nevezetesen, hogy az oldal ilyen fogalmasságot. Ezt a képet, hogyha megnéztek, jól érezhető, és ha visszagondoltok a talán egy Citroën volt az a nagyon különbélős autót az első videóban, amelyiket, hogy hogy állt a gumiabon is ott azon a videón. Ez az elnyalódó nincsen, vagy biztos majd jól szólnak, most nem teszem meg. Tehát ez az elnyalódó állapot az, ami ezt az oldalfúszást végül is létrehozza. Jó, és akkor hasonlóan az első a hosszirányozáshoz keresztirányból is az lesz a játék, az lesz a mese, hogy minél nagyobb ez az oldalfúszás, szóval annál nagyobb lesz az oldal, amit létrehozza a gumiabonyos, és ez a minél nagyobb, annál nagyobb összefüggés pedig egy ilyen, ugyancsak az előzőhöz hasonló görögösereget jelent. És azt láthatjuk, hogy bizonyos oldalfúszási szögnél eléri a maximumát, a maximumát illető oldal előtt, és ez a maximum a ráható terheléssel arányosan változik. Jelen esetben még csökken, de ez azért nem szentírás. Tehát lehet olyan gumiabonyos, amivel ez a görögösereg úgy néz ki, hogy a csökkenő hosszirány, vagy a csökkenő normál előhatására a maximum az jobb rátolódik. Attól függetlenül milyen a gumiabonyos kialakítása. Itt felsoroltam jelzés szinte néhány ilyen oldalfúszási karakterisztikát. Tipikusan például azt szokták, ez minden ökörszabban egyszerű dolog, de például ugye radiálunk, csak azok valami ilyesmi karakterisztikát szoktak produkálni, ami az érdekes, hogy van egy elég szűk tartomány, ahol elérik a maximumokat, és azon a felül kicsit kisebb, az alatt pedig nyilván van megint csak kisebb. Ugye a diagonál gólyomocsok azok ehhez képest valami ilyesmit produkálnak, azaz nincs ez a visszaeső jelleg bennük, a maximumot is viszonylag nagyobb oldalhúzásnál érik el, ezek úgy szokom, hogy lágyabb, akkor csak oldal merességet tekintve, és nem az oldal fal merességre gondolok, hanem arra a viselkedésre, tehát ennek a viselkedésnek az értelme kicsit lágyabb. Gondolcsok, itt pedig azt jelentem, hogy például hogyan változhat mondjuk guminyomás hatására ez a karakterisztika. Ugye, ha növel a guminyomást, akkor kicsit merevebb lesz a guminyomásunk, ugyanazt az oldal előtt, kisebb oldalhúzási szögnél fogja produkálni, hogy látszik ez a görbéből. Hát ugye, hogy megnézzük ennek a szakasznak itt a meredekségét, akkor ez jóval kisebb meredekségű, mint ez. Az azt jelenti, hogy kiválasztom ezt az oldalerőszintet, ehhez az oldalerőszinthez tartozik egy ekkora oldalhúzási szögem, míg ennél a karakterisztikán ugyanahoz az oldalerőhöz, egy jóval kisebb oldalhúzási szögem tartozik. Érdekességként két görbe. Ilyen lenne a légpárnás hajó oldalfúzási karakterisztikája. Tehát gyakorlatilag nincs oldalerő létrehozó képessége a légpárnás hajónak, ilyen pedig a korcsolya, vagy valami hasonló gumiabonyos vagy keréknek az oldalfúzási karakterisztikája, az az szinte végtelen már. Kérdés ezek után az, hogy ezt mindent megemészettük, de a kérdésem az lenne, melyik a jó? A jobb a jó? Hallom sokat, hogy a jobb a jó. Szóval, hát a válasz az attól függ, csak azért is azt mondom. Ugye nem egyértelmű, melyik a jó. Mármint, hogy én értem, hogy a jobb a jó. Melyiket szeretjük jobban, hogy így fogalmazom. Szóval azt, hogy a kettő közül melyiket preferáljuk ilyen esetben, az nem egyértelmű. Ugye a fő különbség, azt már az előbb mondogattam, az egyik egy lágyabb karakterisztika, a másik meg egy merevebb. Ugye, amit az egyik fontos dolog, az az, hogy mekkora oldalhúzás változás, ez az ugye a merevség kérdésre, hogy mekkora oldalhúzás elő változás, az mekkora oldalerő változás tartozik. Ugye miért fontos ennek? Azért, mert amikor a járműket vezetjük, most gondoljunk a kormányzásra is olyan egyszerű dolog, hogy megy egyenes az autó, eltekerem a kormányt, akkor abban az idő pillanatban az autó lévő gumiabonyos, hogy azt érzik, hogy hoppá, ő én el lettem fordítva. Tehát az autó megy egyenesen, az úgy is menne egyenesen, ő el lett fordítva, létrejött egy mi, az előzőnek alapján, egy oldalhúzási szög. Ilyen csúnyán mondva. Ez az oldalhúzási szög viszont azt jelenti, hogy most ez a gumiabonyos észreveszi, hogy tegyük fel ezt a karakterisztikát, hogy hopp, én ide jutottam, és azt veszi észre, hogy egy ilyen oldalhúzási szöggel megy, hát akkor nem lenne gumiabonyos, nem adna hozzá egy ekkora oldalerőt.
Létrejön az oldalerő, és az oldalerő az autó elején lévve ugye elkezdi fordítani az autót. Nem megyünk ebbe most tovább, hogy ugye mi történik ennek hatására, hátsó tengelyek, stb. A lényeg az, hogy ez a kormánypár, kormány tekergetésére gyakorlatilag tekinthetjük úgy, hogy az oldalhúzási szöget változtathatjuk az első kerekeken. Ezért aztán, hogy most egy ilyen karakterisztikán van, ez azt jelenti, hogy viszonylag nagy kormány mozdulatokra viszonylag kis oldalerő változás fog létrejönni az első tengelyen, ami egy ilyen kényelmesebb, lágyabb, kevésbé direkt irányítást tesz lehetővé. A másik esetben pedig ugye ugyanez a dolog fordítva érvényes, tehát pedig kis oldalkúszási szögváltozás, kis kormányozatok, nagyon nagy oldalak, nagyon közvetlen, nagyon direkt irányítást tesznek lehetővé. Azt, hogy a kettő közül melyik a jó, az pedig attól függ, hogy milyen versenyző, milyen pilótái vannak. Tipikusan az is az ötösszabályszerű dolog az, hogy azt szokták szeretni például az ilyen club racingbe, meg az ilyen gentleman driverek, ugye főleg az ilyen kimentek hétegente autóversenyezgetni, hogy ugye viszonylag könnyen vezetett, ő nem kopik, nem szupermenek, hogy ő végtelen gyorsan tudja mindenre reagálni, nekik szokták találkozni ezeket a lányok jellegű nyilvancsokat, hogyha megnézik a legtöbb ilyen széliánékat, vagy valójában nyilvancs, egyébként van ilyesmi különbözőségnek. Következően a jobb oldalján, hogy a mellett nyilvancs, a másik jelenség, ami fönnáll, az ugye, mert ebből ugye azt következően fog, akkor miért nem használom mindenhol ilyet? Hát ez a Schumachernek is jobb, hogy alózónak, a hálózónak, hogyha könnyebben vezethető az autót, akkor miért nem ezt a állást használjuk. Azért, mert az a terület, hogyha itt nézzük a maximumot, és amit kialakul ez a terület, ez azzal a lányos, hogy mennyi hő, mennyi ellenállást termelik a gumiabban az üzem során. És ez az, ami folytja az autót, ami lassítja. Tehát gokartnál, ez egy kis teljesítményel, amit lehet ezt érzni, hogy olyan eltekerjük a kormányt, akkor úgy meglassul, lefolytódik kicsit a jármű. Szóval ki lehet számolni, egy nagyobb tömegű autónál csak az oldalhúzási szögek miatt kialakuló ellenállás, mekkora teljesítményt veszel az autótól, és ez ilyen egész horribilis szög, horribilis mértéket el tud érni. Ilyen 100-120 lóerőkkel mondjuk csak ahhoz, hogy egy ilyen normális túrautó egy viszonylag nagyobb állós és ugorókkal a pályán menjen, itt 100 km-ről a sebességgel. Tehát nem, ugye, és ez mind abból lehet, hogy a gumiabroncs oldal húzik, és ott veszik föl ebbe a deformációt, járna azt rengeteg energiát, ami a követ. Érdekesség, ha az eddigiek nem lett volna még elég, hogy ugye volt ez a Michelin, Bistron, Bárbaj, még annól, hát nem olyan régen a kormányban. És ugye mindenki azt mondja, hogy Michelin mennyivel jobban tapad, hogy sok esetben ugye lehetett, én legalábbis úgy emlékszem vissza, hogy a szezon végén fele, akkor már Michelinnek elég erős erdőfölénye volt, úgymond. És a különbség a két gumi között nem feltétlenül az volt, hogy melyik milyen tapadást tud elérni, hanem ez a karakterisztika. A Michelin állítólag, és megint csak nálam okosan kapálkent esetleg, sokkal merevebb tudott menni, azaz sokkal kevésbé vett el energiát, vett el teljesítményt az autótól kanyarba, és ezáltal tudott jobb eredményt. Nem az, hogy nagyobb oldalgyorsulást tett lehetővé, hanem egyszerűen kigyorsított, olyan szituációban, amikor még kanyarodott a jármű, akkor ugye kellemesebben lehetett vele fordulni. Itt jön be a képbe, hogy az, amit az előbb mutogattam a CD-i égennek a lépvárásjárnő analógiával, hogy az ideális ebből a szempontból az lenne, hogyha ugye nem oldalhúzna a kerekünk egyáltalán, hanem mindig arra menne, amely mutat. Hát ez sajnos nem így van, és sajnos, lényeg, hogy nem így van, ezzel a karakterisztikával számolunk el, és amit most itt eddig elmondom, hogy az ilyen alapvető kis érdekességet ezzel kapcsolatban. Amiért ezt a két alkalmat bejelöltem, pedig az volt, hogy lássuk, hogy a versenyautó és az utcai autó nagyon-nagyon különböző két állat. Ugyanis az utcai autó szinte az idejének, az ő életének a 99%-ában ebben a tartományban dolgozik. A versenyautó pedig az idejének a 99%-át, ha jól van vezetve, akkor ebben a tartományban tölti. És mivel ezt az okos ügyes mérnök tudja, és így tervezi, ezért lehet az, és erről is akartam a videókat szerzni, már nem találtam, ugye láthatjuk, hogy olyan újságírók beülnek, nem tudom, volt a Renault-nak ilyen tesztelési lehetőség, vagy a Forma 1-es autót
vezetette a, nem a Jeremy Clarkson, hanem a kicsit. A Hammond Bean, köszönöm. És akkor, hogy ott mennyire nem tudott vele menni. A lényeg, amire ilyen, ezzel utalni akarok, hogy az újságíró vezeti az autót, ő nem tud minden autót. Ő nem arra van kiképezve, hogy egy autót ebbe a találkozásra vezessen. Ő itt tud vezetni, és az autó, ami ebbe a tartományban, a versenyautó nyilván van ebbe a tartományban, jól viselkedő és vezethető, az itt vezethetetlen. A Caparo T1, ez a biztos tudja mindenki, melyik verseny, vagy ilyen utcai versenyautóról van szó. Annak a tesztjére volt ugyancsak ugye a top hírbe, hogy a Jeremy Clarkson végig sipák volt a volán mögött, hogy mennyire vezethetetlen az autó, hogy amikor gázt ad, akkor túlkormányzott, amikor nem ad gázt, akkor alul kormányzott, és különben is az útszra van, majd szétesik folyamatosan. Aztán ugye beült az autóversenyzőjük, a házi versenypályán, és akkor ott egy 10 másodperc jobb időt lenni bármi másik csúcsú petipenszipel sportkocsival ugye a pályán előtte bárki is ment. Ez is ezt mutatja, ezt a jelenséget, hogy ugye az autóverseny, vagy a versenyautót, azt az autóversenyzőnek építjük, és oda van tehetetni. És hát sajnos nem mindenki autóversenyző, mint ahogy ezt láthatjátok az videóban is, ahol én egy kockát autóversenyeztem végig azon a minden. Jó, tehát gyorsan összefoglalva a bújonos dolgait, előoldalít azokat az előket, amit a járművel fogadják, azt, hogy ez az előtt megfelelkedett, hogy korlátozott, és azt, hogy ezen a gumionocsától létrehozott a maximális erő területen belül hol vagyunk, az pedig ugye azt határozza meg, hogy milyen oldalkúszás és hosszú irányúszás is szöggel mennek a gumionocsok, hogy éppen hogy üzemelnek. És a futómű feladat ezek után pontosan az lesz, hogy a gumionocs kedvében járjon, azaz minél nagyobb tapadási elipszis tapadási kör hozzon létre, és hogy ezen a tapadási körön belül pedig minél közelebb kerüljünk a lakáshoz. És hát ugye az alapvető paraméterek, kerékdőlés, nem hiszem, hogy sokat kellene magyarázni, az állván mutatja a jelenséget. Ami nekünk mindig a fontos lesz, hogy a kerékdőlés kapcsánat megkezdett, hogy most akkor a kasznyat befele az a pozitív, vagy az a negatív, vagy akkor most a kanyarnak befele, hogy tudunk. A lényeg az mindig, hogy azt a talajhoz képest, hogy áll a kerék, és hogy a ráható erőhöz képest, hogy merre dől. Én ilyen gazdra mondani, arra kell gondolni, amikor biciklizünk ott, és mindig a kanyarnak befele dőlünk, és kerékben is mindig arra szeret dőlni, amelyre kanyarodik, talán így a legegyszerűbb megfogalmazás, nem kell, nem az előjelent kell, azért mindenfélével nominálni, tehát a kanyarnak befele szeret dőlni a gumilagoncs. Ugye ez az, ami miatt ugye nem egyértelmű, hogyha a gazdnak befele dől, akkor az ugye a negatív dőlés, mert akkor ez azt jelenti, hogy a kanyar belső tereket azt mi szeretnénk pozitívan dönteni, a kanyar külső pedig negatívan, mert ugye ez jelenteni azt, hogy mindenki kerék szépen lehet lehető a kanyarba. Jó. Igen, itt emlékeztető a videó, ugye a kaszni dől, és a kasznival egyik dől a kerék is. Ez lesz az, amit mi szeretnénk ugye futóművel kompenzálni, a futóművet szeretnénk, ami akkor, amikor a kaszni dől, annak ellenére is függőlegesen tartja majd a kerekünket. Összetartás, széttartás, megint csak nem, majd már az ábrán van a definíció, tudjuk, hogy mit jelent ez alapján. És azt, hogy mi a hatása, arról az első tengelyen való hatásról később, hát van, lesz rá így akkor. Tehát, amit az első tengelyen jelentnék fog, az a már az előző előzőben sem, amit a tankjában kormányzással alkalmazkodókkel kapcsolatos lesz. Amiről most itt a következő egy picit részletesebben beszélt, hogy a hátsó tengely ilyen mondjuk is jelent az összetartás, széttartás. Ugye alapvetően mi most már folyamatosan is ügyesek vagyunk, hogy tudjuk azt, hogy az unionosok van az oldalkúszási karakterisztikája, és hogy ő éppen mennyire, milyen oldalkúszási szöggel megy, azt látom, meg tudjuk ilyen oda lehetett hozzá létre. Itt föl is rajzoltam a jobb hátulján az alapon a gumialoncsot, azt, hogy ő éppen milyen oldalkúszási szöggel halad. Tehát ez mit jelent, azt jelenti, hogy a gumialoncsom így áll, de ő ilyen irányba megy, tehát egy kicsit így oldalazva, mert éppen kanyarodik az autót, látod, hogy balra kanyarodik, sodródik oldalra, és a gumialoncs ugye ilyen oldalkúszási szögre kényszerül. Ennek megfelelően, ennek az oldalkúszási szögnek ő létrehoz, valamekkora oldal előtt.
nem, a direkt volt az. A direkt, hogy utána látszódjon az, hogy úgy szenvedes, hogy ekkora volt előre, hogy leugott ekkorára. Jó, tehát a lényeg az, amit itt ebből a fantasztikus animációból ki le lehet szűrni, hogy ugye a széttartás, hogy lecsökkentettem ebben az állapotban a oldalfűszerséget, ezzel lecsökkentettem az oldalerőt, és ezáltal ugye elvettem hátul az erőátfűt, képes, hogy az ott éppen, éppen keletkező oldalerőből, így ugye milyen lehetem az, hogy túlkormányzott, hogy a hátuljának hátuljának az elejét, az oldalerőt csökkentettem le ezzel, tehát hogyha alulkormányzott, az autó nem akart elfordulni, akkor ezzel most túlkormányzottak irányba ment el, mert hátul kisebb az oldalra, az autó hátulját befele jobbja, úgymond befele. Igen. Ez ugye lehetne mondani, hogy most mit kell egy parázsolni oldalra, tudod, hogy ez több józan paraszt rész is belátható, hogy hát oldalra, én már mondom az oldalra, hogy tehát ugye elkormányzom a kereket, olyan, hogy a hátsó kereket kifele kormányozva, hát nyilván, hogy dől az autó, akkor a külső hátsó kereket eltelődik rá, és ez olyan, mint hogyha kormányozva és mindig kifele az autó hátjelentett arroca. A probléma az ott van, ez egy, persze lehet egy jó gondolat, és nagyon sokszor segíthet nekünk, de van az esetek nagyon kis százaléka, amikor animációni, amikor például ez az oldalhúzási szög, ami néppen megy a kerekünk, az ide esik a gumi karakterisztikának. Ebben az esetben mi fog történni, hogyha én csökkentem az oldalhúzási szögemet, varázslatos animáció megint, hoppá, nőtt az oldalerő. Látom a döbbenetet és a síri csendet. Ugye, amiatt ugye olyan volt az új karakterisztikám, hogy itt a csúcs után nagyobb oldalhúzási szöget négy eső jelleget adott, emiatt aztán, hogyha én csökkentettem az eredetileg egy oldalhúzási szögemet, ez növekvő oldalerő társul. Tehát az a gondolat, hogy hát, mintha kifele kormányoznám, és akkor arra megy az autó, ez ilyen esetben nem fog működni. Pusztán érdekességként mutatom, ez igen egy kis százalék az eseteknek, tehát azért a kert. De azért mégis hát, csak szerintem, nem? Hát oldalhúzási szögnek ilyenek. Meghát az animációt. Az előbbi két paraméter, ugye a dőlés és összetartás széttartás, alapvetően statikus jellegűek voltak, tehát akkor rárakjuk az autót a mérlegre és a sík talajra, akkor szépen ezeket az értékeket beállítjuk. Azonban, amikor az autó futómű mozog, kiberúgózik, ezt mondjuk egyébként futómű kinematikák, az előző szokás futómű geometriára, hogy állítjuk be most statikusan, és amit a futómű mozgás közben csinál, az a kerék mozgás közben csinál, az a futómű kinematika. Ennek az egyik paraméter, az egyik területe, ez önkormányzás, az amit bump steel-nek hívunk, erről is volt szó ugye az előző előadáson. Ez az, nem létezik nagyon, hoppá, itt látható, ahogy mozog, ugye kibetűzik az autó, és lehet látni, hogy kerék kormányozódik össze, illetve szép. Ez van nagyon egyszerű kis pálcika modell, de ezt a jelenséget jól szemlélheti. Ugyanaz a jelenség játszik a nagy autónál is, tehát kiberugózás közben változik az összetartás, széttartás, anélkül, hogy eltekergetném a kormányt, anélkül ugye oldalhúzási szöget tudok kikényszeríteni a kerekekből. És az ehhez tartozó erőket természetesen. Jó, egy érdekesség ezzel kapcsolatban ugye a hátsó tengely önkormányzási karakterisztikája. Közúti autónak általában az a cél, hogy az autót a stabilitás irányba, az autókormányzottság irányába vigyük el. Ehhez az előző analógia kapcsán ugye van olyasmit kéne a hátsó tengelyt csinálni, tegyük fel, hogy el tudjuk kormányozni a hátsó tengelyt is, hogy a kanyar ívének befelé javítjuk el a hátsó kereteket. Ezt ugye el tudjuk érni az önkormányzási karakterisztikák felhasználásával is. Nagyon röstelen nem készítettem hozzá ábrát, ezért csak gyorsan elmondom, hogy szóval. Később pótolni fogom is, talán csak fölkerülnem, tehát az gyakorlóan benne lesz ez a rész is. A lényeg az, hogyha olyan karakterisztikát csinálok, ezt most nem tudom, ez a példa autó az olyan voltál, ami berúgózás hatására összetart, nem az pont fordítva. Tehát pont ennek az ellenkezőjét csináljuk, hogy ez berúgózás hatására szétnyitotta a kerekét, ami olyan csinálja, hogy berúgózás hatására összetart, illetve kirúgózás hatására széttart, akkor ugye kanyarban el tudjuk érni ezt a befele kormányzódást a hátsó tengelyen. Miért is? Hát azért, mert a kaszni, hogy a kanyarban a oldalerő hatására kifele dől általában az idő, vagyis hát a
legtöbb esetben, fogja az azt kifeledől, és ugye a külső kerék be fog rúgózni, a belső kerék pedig ki fog rúgózni. A belső kerék berúgózik, mint mondta az előbb, hogy az összetartás irányába megy át, a belső kerék összetartás irányába megy, a külső kerék, ugye kifeledől akarsz, a külső kerék kirúgózik, azt meg a széttartás irányába megy át. Már is van egy keretünk, ami a kanyarra befele mutat, és van egy külső keretünk, ami úszik a kanyarra befele mutat. Tehát a hátsó tengert ezzel a okos kis mechanizmussal, ezzel a jelenségnek kihasználásával a kanyar ívének befele kormányoztuk el, amivel stabilizáltuk a járó mozgás, ez alul kormányzottság kiállítjuk el. Ez közúti autók általában egy cél, hogy minden stabilabb és minden járó legyen egy autó. Versenyautóknál nem feltétlenül követelmény. Dőlésváltozás. Ugyanúgy, hogy ugye a kiderúgózás függvényben változik az összetartás széttartás, még a kerékdőlés is változhat. A jobb oldali ábrasor mutatja ezt, hogy alaposabban függőleges a kerék, emelem föl, berúgózott állapotban lefele dől a kerék, kirúgózott állapotban meg kifele dől a kerék. Ez is miért lehet jó? Hát azért, hogy van egy futóművel, ugye megint csak azzal tudunk mahinálni. Az összes ilyen kinematikával kapcsolatos dolgokban az a trükk, hogy arra tud időket használni, hogy miközben mozog a kaszni, dülöngél, fékezésnél esetleg előre bólint, gyorsításnál hátra, kanyarba, jobbra-balra dülöngél, közben ugye a kerék mindig valamit a kiberúgózás miatt csinálni fog. És hogyha ezt jól tervezzük meg, akkor adott körülményekre, például az előbb említett, hát legyen stabil az autó, és akkor kormányok be a hátsó tengelyt, az adott körülményeket, adott igényeket, ezt mindig be fogjuk tudni állni. Itt a kerék dőlésnek például ugye az előbbi már képző is lehetett látni személy szintfelett, ahogy egy páros nem mással szenved a tesztpályán. Ugye a jelenség itt is adott lenne, a kaszni dőlésével ugye dőlni ki fel a kereket, nem igazán olyan a futómű karakterisztikán, hogy a berúgózó kerék befele dől, a kirúgózó kerék pedig kifele dől, ez a jelenség pont kompenzálni tudja a karosszéria oldal dőlését. Ugye, ha nem lenne ez a önkormányzás, vagy kerékdős, a függőleges forradna a kerék folyamatosan, akkor ugye itt jól látszik, hogy megvan dől a kaszni, ugyanígy párhuzamosan dőlnek ki fel a kerék. Viszont mivel a berúgózott kerék a kasznahoz képest bedőlt, ezért ugye, hát jól csináltuk függőleges maradt, illetve ez volt a célunk, akkor függőleges maradt, hogyha a külső kerék egy kirúgózott, kifele dőlt, a kasznahoz képest egy kifele dőlt, és ő is függőleges maradt. Jó. Átterhelődések. Viszonylag könnyen be lehetett látni, vagy lehetett érteni, hogy mit csinál ez a futómű, vagy a futómű kinematika, tehát kiberúgózik a kerék, és mindent elkormányozunk, hogy befele döntjük, hogy milyenek csinálunk. Ez az, amit ugye az egyszerű ember is tud érezni, mert ennek a jelenségnek nagyon jó, nagyon nagy hatása van akkor, amikor a gumi karakterisztikának a kis kényvevételhez tartozó részén, mert az előbb utogattam, hogy hol üzenne az üzenet, ha visszatekerek, nem van még. Igen, meg van már oldalás neki. Ugye ebben a tartományban ennek az oldalkúszási szöget marginálásának, tehát az összetartás változás, igen, most csak erről van szó, az összetartás változás nagyon nagy szerepe van, és ebben sokat is üzemeltek. Amikor valaki otthon állítja az autót, hogy állítja egy kis szétetmények is összébe rakni, akkor ezt jól fogja érezni, mert abban a tartományban, ahol vezet az autó, ennek van hatása. Azonban abban a pillanatban, hogy elkezdünk beesteni autósan az önanimára, volt egy kis kiutalás ugye a széttartásnál, hogy nem mindig vissza az túlkormányzottság irányába az autót. Abban, hogy elkezdünk ebben a tartományban üzemelni, ahol teljesen más jelenségek válnak súlyosabbá, teljesen más jelenségek lesznek meghatározók. És ezek közül a jelenségek közül egyik legfontosabb az átterhelődések hatása. Mit is jelent ez? Az autó kanyarodik, mindenki érzi, tudjuk, belső kerekekről átterhelődik a külső kerekekre. Ugye oldalról látszik, hogy megdől a kaszni, és az első, második videón is lehetett látni, hogy a külső kerekek alatt azok a karikák, tapadások, hogy megnyúl a felületeket összenyomó előkerék talpontokon. Tehát ugye ez az átterhelődés jelensége. A kérdés az, hogy ennek mi lesz a járműnek hatása. Hogyan fogjuk tudni ezzel befolyásolni az autó alul vagy túlkormányzottságát? Mert hogy fogjuk tudni? Ugye itt a bal oldali árosor azt mutatja, hogy mi van akkor, ha nincs átterhelődés egy tengelyen. Ez ugye előnézetből akkor lenne egy tengely,
és nem lesz átterhelődés. Tehát, hogyha pont a talaj sígben van, akkor nem lesz olyan nyomaték, ami miatt itt átterhelődés jön létre. Ebben az esetben, ha mind a két kerék egyforma, egyforma erességű, egyforma műanyag, stb. Minden egyforma az égélet a világon, akkor ugye azonos oldalerő, tehát ez a oldalerő, amit én kipedek, ez egyenlő részben fog elhozni a két kerék között. Akkor mind a két keréknek van egy ilyen oldalhúzási karakterisztikája, ami megadja azt, hogy mennyi a maximálisan átvető oldalerőzetek a kerekeket. Két kerék egy között, két karakterisztikai belség. Itt lesz az az ága, amit ugye a legelején mutogattam, ami a normál erőfüggvényben mutatja az oldalerőt, a maximális átvető oldalerőt, az ami ugye, amiben mondtam azt a szép szót, hogy regresszív, egy ilyen ágaló. Ezen is ugye egy pontba leszünk, ehhez az összenyomó erőhöz tartozom, mind a két kerék ezt az oldalerőt fogja átvenni. Mi történik akkor, hogyha van átterhelődés? Tehát nem a talaj síkjában nyom, mert ki elfüggettem ezt a pálcikát, hanem majd középen. Ebben az esetben ugye megnő a külső keréknek a normál eleje, lecsökken a belső kerékén, ugye ebből a szaggatott vonal lenne az eredeti, tehát ebből a szaggatott vonal. Egyrészt szét csúszik, szét válik, ugye a külső kerék följebb szalad, a belső kerék feljebb jön. Vagy, ugye ha nézzük a másik karakterisztikát, akkor ugye ebből az állapotban, amit a szaggatott vonallal jelöl, ez ugye ugyanaz, mint itt a bal oldalon, ebből ugye az egyik kerék, a belső kerék az ugye lecsökken, tehát az összenyomó erőt az ugye lecsökken, erre a nagyságra, a külső pedig megnő. Élesebb szemüvek már láthatják a problémát, ami az lesz, hogy az az erő, amit én, az az oldalerő, amit én nyerek azzal, hogy a külső kereket a jobban nyomom, az ennyi, ez a picike, és az az erő, amit elvesztek azzal, hogy a belső kereket kevésbé nyomom, az pedig ennyi, ez a nagyobb. Tehát a konklúziót ez az egyenlet sor mutatna, ez az egyenlet mutatná, vagy egyenlőbenség pontosabban, azaz az átterhelődése csökkent azon tengeren átmehető oldalerő maximumot. Még egyszer a gondolatsor az az, hogy az egésznek az alapja ez a karakterisztika, amit az előbb is kiemeltem, mert az, hogyha az egyik kereket én kétszer, külső kereket hiába nyomom jobban a talajhoz, hiába szorítom jobban oda a földhöz, az a növekmény az átmehető oldalerőben, amit ezzel nyerek, az kisebb, mint amit azzal vesztek, hogy a belsőt kevésbé nyomom. Ez az ok, ami miatt annyira küzdünk az ellen, hogy ugye majd legyen az átterhelődés az autóinkban, a verseny autóinkban. Ezért szoktuk szélesíteni, meg lejjelződni, mindenféle ilyen tükröket elvileg ennek érdekében. Ez a képen csak annyit mutatna, hogy hol is van, mi is a hatása ezeknek az átterhelődésnek. Itt az látszik, amit az előbb már feszegettem, hogy ugye ebben a tartományban nem nagyon van hatása az átterhelődésnek. Itt sokkal nagyobb szerepe lesz ugye összetartás szépen, az olyan jelenségnek, amivel az oldalhúzási szögeket tudom húzárálni. Ebben a tartományban viszont sokkal nagyobb szerepe van az átterhelődéseknek. Itt, ahol ugye versenyt tipikusan többet üzemel, itt jól látható, hogy a nagy átterhelődés mennyire nagyon le tudja csökkenteni a maximálisan átvihető oldalerőt. Jó. Ha az egész járművet tekintjük, mi az a három, már kijelentem, hogy jeleztem, mi az a három paraméter, amit az átterhelés függ. Alapvetően középiskolás fizika, nyomtáv, ugye minél szélesebb a nyomtávunk, adott oldalgyorsulás esetén, adott súlypontmagasság esetén, annál kisebb lesz az átterhelődés. Súlypontmagasság, minél alacsonyabb van a súlypont, ugye ez volt az első áram, és akkor földön van a súlypont, akkor nincs átterhelődés. Abban például, hogy a föld fölött van a súlypontunk, ami hát az esetek 100%-ak, tehát én még nem látom olyan autókon, hogy a talaj alá lehetett volna a súlypontot. Akkor ugye már egyben lesz átterhelődésünk. A harmadik az oldalgyorsulás, mivel meg nagyon nem tudom mit kezdeni, tehát az oldalgyorsulás a lehet, hogy nyilván az az átterhelődés, de hát azt akarjuk, az a cél, hogy minden jobb oldalgyorsulást tudjunk az autóból kicsikarni. Ez a három paraméter az, ami alapvetően azt meghatározza, hogy mennyi az egész autón létrejövő átterhelődésünk. Ugye azért fogok ezt kiemelni, mert az előbb egyetlen tengerről beszéltem. Most ez a három paraméter azt mondja meg, hogy van egy autón, kanyarodik van a mekkora oldalgyorsulás, akkor mekkora átterhelődés van létre. Ebben a kacifántos árából csak azt kellene látni,
tud fordulni ezekről a csuklókból. A spirál pedig ez a órarúgószerű dolog. Nyilván ő a stabilizátort, illetve az egész felfüggesztésnek a dőlési merességét tudok reprezentálni. Egyébként van egy ilyen visszatérítő rúgó. Itt van ugye a súlypont, és ez a súlypont, hogy megmutom oldalra, mint ahogy ezt így is mutatnák, akkor ugye akkor a tenger körül, amit ez a szagozott vonal kijel, ugye eldől, és akkor utána vissza, hogy elkezdem így megkedezni, hogyha én ezt itt most félelkezni. Ami a lényeg az, hogy mekkora az egész járműre van, az egész járműre létre jövő áttervődés, az, hogy az előbb jelben megkedezni. Az viszont, hogy ebből mennyi jön létre az első tengelye, és mennyi a hátsó tengelye, az attól fog függni, hogy ezek a rúgók milyen merre, hogy más szóval milyen az első, a hátsó fölfüggesztés egymáshoz viszonyít a dőlési merevsége. A mondóka, vagy ökölszabályunk az, hogy amelyik tengelyen nagyobb a dőlési merevség, amelyik tengely merevebb a rúgó, merevebb a stabilizátor, ott nagyobb lesz a rákkervezés megoldás közben. Időszűkében ezt most nem bizonyítatnám, pedig itt az ilyátok arányokat szoktunk játszani, hogy csak nap. El lehet ezt játszani, el lehet képzelni ezt a dolgot. Most csak így szóba elmondom, hogy képzeljétek azt, hogy visztek halvára egy szörfdeszkát a tengerparton, Sunshine, Happiness, Bikini és Csajok minden, de ti most koncentráljátok a szörfdeszkára. Ketten fogjátok, jön a szél, már tehetek a bírjétkodtok rajta maradt a vitóra, és belekap, és el akarja tölteni ezt a szörfdeszkát. Ugye, ha én lazsálok, és nem fogom merevni ezt a szörfdeszkát, csak is tartom a súlyát, ami alapvetően nem olyan nagy, akkor halljon majd meg hűl, hogy ezt az összes nyomatékot, amit a szél ugye a vitorlába beletakva megpróbálja megtartani, azt akkor a haver tart. Ugye ebben az esetben ki a kemény, hát a haver, én vagy ugye a lány vagyok, én ott lazsálok. Ebben az esetben a kemény felfüggesztés analógia, merev felfüggesztés analógiája a haver, aki mereven tartja a szörfdeszkát, nem engedi, hogy elforduljon, én ha akarnám, hát tőlem forduljon, majd megtartja a haver, én ők a lány felfüggesztés. Ugye az én lábaim között ebben az esetben nem jön létre átterhelődés, mert én nincs mi engem fel akarja borítani. Hát a szörfdeszka akarna felborítani, de ezt én nem tartom. Tehát így nem lesz ugye átterhelődés. Halálom viszont majd meg őrül esetleg még fel is emelkedik az egyik lába, mert ugye próbálja ellen tartani a szörfdeszkát. Nem tudom, világos volt ez a gondolat, nem tudom, hogy valamit lehetett el érteni, mert ez az alapja annak, ez a jelenség a megértésének, hogy tudjunk az átterhelődésekkel gazdálkodni az autó beállítását érintően. És hát igazán az egyik felépítünk ez az alapja, hogy megértsük, hogy miért van ez az egész játék. Tehát három lépés már nagyjából lenyeltünk, ugye egy, az átterhelődés rossz. Kettő, az átterhelődés azt határozza meg, hogy milyen merev az adott rúgó. Tehát ha az első tengelyen merev, akkor nagy lesz az átterhelődés, tehát kisebb lesz a tapadás, azaz alulkormányzottság irányába vissza lejárni. Hogyha a hátsó tengelyen merev, akkor ott lesz nagy az átterhelődés, ő akar tartani. Szörfdeszkás analógiával élve a hátsó felfüggesztés az, aki az egész oldaldőlésnek ellen akar állni. Ott lesz nagy az átterhelődés, ott lesz kicsi a tapadás, akkor túlkormányzottság irányába visszük az autót. A kérdés az, hogy mivel tudjuk az adott felfüggesztés dőlési merevségét változtatni. Amiről most beszélni fogunk, az alapvetően a rugók, stabilizátor és tengés csillapítók lesznek. A futómű az hát az valami nagyon szinkra madár, az lesz, hogy vezet. Ha lesz, biztos, hogy pár szóval nem fogom kibírni, bele fog menni, és említést teszek róla, de az nagyon... Tehát az ott össze tud kavarni dolgokat az ember fejében, úgyhogy azért előre elnézést kérek. Amit most itt meg akarom, hogy ezt szeretném megmagyarázni, az az, hogy hogyan függ, mikor tudjuk az átterhelődések és ezáltal ugye a jármű egyensúlyának a beállítására használni a rugókat, stabilizátorokat, innen a rajta stabilizátorokat, és mikor a lengés csillapítókat. Az első kérdés, amit át fogom mondani, hogy mit csinál a lengés csillapító, mikor dolgozik a lengés csillapító, és mit csinál a rugó, mikor dolgozik a rugó. Nem is a rugó, mondjuk inkább most dőlésről beszélünk, tekintsük stabilizátorokat, az talán könnyebb elfézelni. De a jelen gondolatmenetünkben a rúgó és a stabilizátor ugye egyforma, ugye amikor dől a kaszni, itt a pirosra jelölt elemek az első oldalán alatt, itt a pirosra jelölt elemek, ugye itt ez a betekert kérdőjel akar ugye a stabilizátor jelenteni, ez a két piros ura dolog pedig a rúgó. Ugye ezek olyan elemek, amik
elmozdulása arányosan adnak erőt. Tehát a rugó az ugye olyan, hogyha én összenyomom, attól függ, hogy mennyire nyomtam össze, attól függ, hogy nekem nagyobb vagy kisebb erőt. A lengéscsillapító az ezzel szemben ugye, ha így áll, nulla erőt ad, ha így áll, nulla erőt ad. A lengéscsillapító ugye annak a függvényben előtt, hogy milyen sebességgel mozgatom. Tehát ugye nem a elmozdulása, hanem a sebességgel arányos. Ebből következik az is, amikor a kasztin dől, akkor a dőlési szög függvényében dolgozik ugye a rugó és a stabilizátor, és a dőlési sebesség függvényében dolgozik a lengéscsillapító. Itt a felső ábrán azt mutatja, hogy az adott tengelyen, most már egy tengelyet is jön, sőt, ez most egy kerek, bocsánat, most adott egy kereket mutat, de most az a görbék mellettét próbáljuk meg. Érteni. Azt mutatja, hogy mennyire vesz részt az áttervezésből a rugó, és mennyire a lengéscsillapító. Jól látható, hogy mi történik, képzeljük először, hogy elkezd itt állapotni, elkezd dőlni, mondjuk ezt hát egy ilyen középső állapotra próbáltam belülni. Itt ugye még alig vannak előfeszülve a rugók, tehát viszont kicsi az állapot, de a dőlési sebesség már van. Tehát ebben az állapotban a kékkelőbb lengéscsillapítók viszonylag erősen dolgoznak. Míg amikor teljesen bedöltünk, például ugye most, ha már kicsit előre szabunk kanyar középpont környékén, amikor ugye állandó sugarú körbepályán meg van dőlve a kaszt és állandó körbe, be van dőlve a kaszt, így a rugó a lengéscsillapító megint nem dolgozik. Egy helybe áll a kaszt, tehát ott már elvileg nem a lengéscsillapító. Nyilván a pályán ugye ott rászkodik a kerék, ott egyenleten a... Tehát most ugye nem, az, nem a függőleges lengésekkel foglalkozunk, ez ott a legelején kibortanára, hogy azt most attól most elvetünk, hogy ezeket a problémákat kezeljük. Tükörsima felületen megy most az autónk ezen az órán, amikor gondolkodunk a járni vezethetőségéről. Tehát ebben az állapotban a lényeg, hogy a rugó és a stabilizátor meg van feszülve, nagy szögben el van fordulva a kasztin, a lengéscsillapító viszont nem dolgozik. Ugye ezt akarja mutatni ez a három fázis, de így mondjuk ez a fekete most a számunkra érdekel, ez a két fázis, amikor a két fejelő lengéscsillapítók dolgoznak, itt ezen az állapotban látható, hogy a Dunker az angol szóval ugye a lengéscsillapítót jelenti. Itt a lengéscsillapító viszonylag nagy erőket hoz létre. Még ugye, ahogy kezd lassulni, ahogy kezd elérni a végső dőlési szöget a kasztin, akkor meg már a rugó és a rugalmas elemek kezdik átvenni a szerepét. Vagy hát azt a... azok kezdenek el a tőlésben és a áttervezésben a legjobb szerepet vállalni. Ugye mi következik ebből? Hát, hogy van ez a tartomány, amikor ugye a lengéscsillapító jóval nagyobb részt vállal az áttervezésekből, az egy olyan tartomány, amikor ha abban a tartományban van probléma az autóval, akkor nekem a lengéscsillapítóhoz kell, vagy lehet mondom, a lengéscsillapítóra érzékenyhez válni. Képzeljük el, hogy azt, amikor irányváltás van, hogy siker közepén. Akkor azt, hogy függőlegesen áll, de a lengés, de ugye dőlési sebessége van, az egyik végállapotból dől át a másikba. Hiába állítod a stabilizátoron bármit, semmi hatása nem lesz az áttervezésekre, hiszen a kasznél függőlegesen áll, nincs előfeszülve, itt nem dolgozik a stabilizátor abban a állapotban máshol, mert sokat dolgozik és máshol lehet a hatása. A lényeg, amiről itt át világítani az, hogy más, ezt két paraméter tekintve is nagyon nem mindegy, hogy hol van probléma az autó. Egész ideig eljutottunk, akkor egy kis elmérkedés, tehát használjuk ezt a tudást, amit most megszereztünk. Adott a probléma között van egy első felékhajtási túra, akkor ugye mi más. Alapvetően szeretnénk ezzel minél gyorsabban körbevenni a pályán. Mit csináljuk? Hogy állítsuk? Mi az? Nyilván a tesztek során fog kinyomgatni, hogy mi az irányos, amire érdemes elmenni. Hát, mit tudunk? Ugye első kerékhajtás, előhajt, elő kormányoz, általában a súly is viszonylag elő van. Ez az összes paraméter, most nem bizonyítottuk ugye, hogy miért, de ugye a túlkor, az autókormányzottság irányába viszi el az autót. Amit el akarok kérni, az autó elejének akarok minden nagyobb tapadást adni. Az autó első gumijának minél van kedvében akarok járni, de ők fognak kormányozni, ők fognak hajtani. Egyszerűen, hát ott ki akarom használni a maximális tapadást, amit csak lehet. Ugye az eddigi gondolatmentünk alapján, amit akarok, akkor elérni. Ha nyilván van 1001 milliárd paraméter, amit állítottunk, most ugye az áttervezésekről beszélünk. Az áttervezésekről tekintetően mit szeretnék?
Hát akkor ugye azt akarom, hogy az autó elején lágy legyen. Ugye azt szeretném, ugye azt beszéltük, hogy a lágy vége az autónak, kisebb átterelés szenved el, emiatt ott jobban tud tapadni az autó. Tehát, ha a szördeszkás analógiával élünk, akkor én akarok, a puhány gyerek akarok az autó elején lenni, és a kemény csávó meg a hátulján, ő tartson az összes átterelést, dolgozzon az átterelésekkel a hátsó kereket. Az első pedig maradjon meg az összes lehetőség arra, hogy ő maximális előbevásra hajtson, fékezzen, kormányokon csináljon tökét. Tehát általában, és mindenki várja, hogy mi fog megjelenni, mert semmi, mert videót akarok majd mutatni, és nagyon hosszú, hogy tekergetni kell benne. Úgyhogy ezt most meg is mutatom. Ebből a 10 percből ez a 3 másodperc, ami nekünk most érdekes, úgyhogy nagyon sorsoljon mindenki. Akkor most elindítom. Amit látni fogunk, most ugye a belső hátsó kerék elemelkedik a földtől, sőt meg megáll. Mindjárt jön, Nina. Ugye miért történik ez? És ez ugye sokat nézik, többet nézek ilyen a megáll és alig hozzá a földet. Ugye miért van ez? Hát az eddigi gondolatmenetünk alapján ez egyértelmű. Ugye az autó hátulja meg, az összes átterelést ő viszi el. Ugye mi történik? Hol van vég az átterelésnek? Hát az, amikor ugye mondtam is, akkor fölemeljük például a lábát ugye a halra, mert annyira nagy a... Tehát azt a határt, hogy mekkora átfődésből kellni, amikor a belső terék teljesen leterhelődik, akkor többet már nem tudok átfélni. Tehát ugye húzni nem tud a talaj, az csak nyomni tud. Ha nullára csökken az erő, akkor kész véget, nagyobb átfődés, nem tud átfélni az adott tenger. Jól látszik, első terekes túrautó, az autó hátulja annyira bere, hogy a kanyar közepe pályán, hogy a nagyon nagy az oldalerő, amikor ott vagyunk amikor ebben a tartományban vagyunk, akkor ugye elemelkedik a kanyar belső kerék, teljesen átterhelődik. Hasonló érdekesség ezzel kapcsolatban, ugye nem tudom, csak nekem tűntek föl, de ugye a Forma 1-ben belső kanyarban Hamiltonnál lehet nagyon sokat látni, mindig blokkol a kanyar belső kerék. Szeretettem, én tavaly néztem jobban, mert volt több időm, mert akkor a palikaci mindig visongott. Isten, Hamilton elfékezte, Isten, hogy megállt ez a kerék, és kockás lett, és ez most ráz, és stb. Ugye Hamilton nem hülye, tehát ő nem fékezik, ugye a kockás, mert élvezőnek ráz a kerék. Ott is ugye az a szituáció valószínűleg, nem tudom, tehát nem vagyok ott a közelében, de általában ott is az a helyzet, hogy annyira olyan az autó beállítás, egyszerűen kanyarok ott abban a fázisában, a Hamilton azt szereti, jobban szereti, mint mondjuk a Button, vagy a Bárkinál, vagy a többi pilóta, hogyha olyan merev az autó eleje, hogy ott elemelkedik a kerék. Tehát nem blokkolni szereti az első kereket, egyszerűen úgy arra jött, az jött nekik a mérnökére a legjobb beállításnak, a kanyar, vagy a pálya más részein úgy viselődik jól az autó, hogyha ezekben a szituációban, ezek általában szűk, lassú kanyarok, egyszerűen elemelkedik a belső kerék, ott is azért emelkedik, nagyon merev az autó eleje viszi a nagy átterelést, nyilván ott a helyzet fordított, az autó, mint az első kerékhajtású autók esetében, ugye hátul vagy, az autó hátuljának akarunk minél több tapadást adni. Úgyhogy kanyar kiállatnál járunk, kanyar kezdeten, minél hamarabb gázsuk událni a versenyzőt, azok a százalok is akkor a hosszú egyenes következik, az egyenes végére óriási időkülönbséget jelentetnek. Úgyhogy inkább beáldozzák azt, hogy egy picit-picit lekopik a gumiból, meg a palikaci infarktuska. Ez lenne. Erről a roll centerből, ez általában a
keresztekkel szervezhető ki. Itt van például egy kettős keresztengő karos futómű esetén, pedig egy megfázon futómű esetén, hogy szervezhető a monetázatot. Erre most nem térnék ki. Ami fontos, amit pontosan akarok elmondani, az az, hogy nagyon nagy szerepel van az átterhelődésekre. Úgy, ez is ilyen első lépésű, vagy első megközelítés. Minél magasabban van a momentáncentrum, az állítás az, hogy minél magasabban van a momentáncentrum, annál nagyobb lesz az adott tengelyen a törési merevség. Ugye ezt könnyű elképzelni azzal, hogyha belegondolunk, hogy ugye itt 60 mekkora a oldalerő, tehát alapeset, 6-ig van ilyen oldalerő, ekkor körül van egy ilyen erőkar, és ez az erőkar, ami ez az erőforgat, ennek hatására dől meg majd a kaszni. Ugye, ha én ezt a pontot följel rakom, akkor az erőkar csökkenni fog. Tipikusan szélső érték, hogyha ezt a pontot, pontos ponttal, vagy tehát azzal a ponttal rakom egy magasságba, ahol a oldaldőre állhatok, akkor ugye nem lesz oldaldőrésem. Ezt el lehet így fogadni? Hát pár bólogattak. Több időm nincs, akkor majd utána esetleg állunk újra. Tehát a lényeg az, hogy a momentáncentrum magassága az nagyon keményen összefügg a dőlési merevség. Ugye előbb mondtam, dőlési merevség a megdőlt állapotban a stabilizátor és a rugók összjátékába kerülik. Amikor dőlési sebessége van, akkor azt akarok, hogy ebben nagyon beleszól a lengés csillapító. És itt egy harmadik paraméter, a momentáncentrum magasság. Ugye ez azért különösen érdekes, mert a momentáncentrum az emiatt, tehát ilyen cifra szerkesztéssel van szerkesztve, ez folyamatosan már, hogy a kereket, hogy berúgóztatom, akkor nyilván ez máshogy fognak állni ezek a lengőkarok, máshol fog esni a momentáncentrum. Itt az alsó ágban egy szimuláció látható, ezt a derék formalfőnetes diákok készítették. Itt azt fogjuk látni, mindjárt nyitom a videót, hogy itt, hát ez nagyon szép lesz, ez kicsi szívem örökkörelmes, amikor ezt a szimulációt látom. Hát itt aztán az összes ilyen futómű kinematikai paraméter föl lesz majd víve, és majd látható lesz. Amit mi majd figyelni fogunk, ezt természetesen majd teljes képen mutatom, az ez a kis pölcs, ez a momentáncentrum helye lesz, ahogy ez az autó mozgása során vándorol. És aztán, hogyha ezt megnézzük, akkor majd ugye nézzük ezt a pontot, első futóműnek a momentáncentruma. Ugye most gyorsít, ugye kicsit kirúgódott az első futóm, már itt is látszik, hogy változott. Majd lesz egy bar kanyar, akkor elkezdje dőlni a kaszni, és ez a pöttyék majd elkezdett mászkálni, elkezdett látszik. Ugye hoppá, mit történik? Egész ide a külső felék talpontja alá bevándorol ez a pont. Jön a másik irányba való kanyar, és a másik kerék alá bevándorolva. Mi ezzel a vándorlással a nagyon nagy baj? Ebben a konkrét esetben, ezt utána módosítottuk is, és ezt kell szép átlátik a fogjuk. Ugye ezzel a probléma az, hogy ugye az egyenlőség, hogy bevándorolt a kerék talpon alá. Legalábbis nekünk itt ez probléma, hogy miért a probléma? Ugye mit mond a momentán szentrum? Az a pont, ami körül a kaszni átfordul. Mi van, hogyha a kerék talpont alá rakom azt a pontot, ami körül el akarok fordulni? Hát akkor ugye, ahelyett, hogy az autó kaszni, a kezem a kaszni, ahelyett, hogy a külső kerék berúgózna, a belső kerék meg kirúgózna, tehát ez a együtt szembe, és akkor így jobbra kanyarodunk, és akkor ugye mutatom így, mint a mérleg, és aztán lehet rögni majd a videón. Tehát ugye a külső kerék berúgózik, a belső kerék meg kirúgózik, a másik lehet, valahol itt van a momentáncentrum a hasam közöttén. Hogyha a momentáncentrum bevándorol a külső kerék alá, akkor ugye ez nem fog berúgózni, mert akkor tudok pont körül mozogni, akkor valami ilyesmit kéne csinálni. Tehát az autó nem így csinál, hanem így föláll kb. A külső kerék körül. Mi lesz ezzel a baj? Ugye a külső kerék a futón úgy viselkedik, mintha ő végtelen merevlenne kb. A külső keréknek a rúgója nem nyomódik össze, a külső lengés csak nem dolgozik. Tehát, hogyha nem az állapotban valamit maminálni akarok az autóval, akkor hiába vagyunk tranziens fázisban, hiába vagyunk akkor ilyenkor a külső lengés csillapítanak a dolgaihoz, ugye nem fog dolgozni. A belsőt kell ilyenkor piszkálnom, hogyha ilyen a futóművel. Nyilván az a rudazatnak, ennek a rudatnak a beállításával kapcsolatos kérdés, hogy olyan momentáncentrum mozgást érjek el, aminek a
Ugye ezzel kapcsolatos probléma az is, tehát ez volt az egyik, ugye nem dolgoznak a gárdok. A másik pedig, mint mondottam, a momentális centrum magassága, ugye meghatározva a dőlési merevség szempontjából. Tehát, hogyha a momentális centrum dőlés közben lejjebb megy, akkor ugye folyamatosan, ahogy dől az autó, lágyul a futóművel, kisebb lesz a dőlési merevség. Ergo lehet olyan futóművet csinálni, hogy a kanyar kezdetekkor magas a momentális centrum, nagy az átterhelődés, direkt közvetlen, és ahhoz szépen dől a kaszt, a momentán centrum így lehajlik, levándorol, és ott meg a kanyar a középpont körül pedig viszonylag lágy az autó elején jobban tapad. Hát ezek a... Igen, ez nagyon messzire vezetne. Én már nem mennék bele. Azt mondanám, hogy mivel eltelt a rendelkezésre álló idő, vagy közelően átelít, én megköszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy itt volt, talán esetleg egy következő alkalommal majd folytatjuk, és még több lesz lehetőség. Illetve hát én most felajánlom így hirtelen ötletet vezérel, hogy nem tudnak minket innen, akkor vegyük úgy, hogy születet tartunk, és aztán, hogy nagyon sokan itt vannak, és merre néznek, akkor majd folytatjuk tovább.